A Pécset élő nemzetiségek hagyományaikkal, kultúrájukkal elválaszthatatlan részei a városnak. Éppen ezért nemzetiségi fesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen, melynek mottója a sokszínű egység. A rendezvény már szeptember 2-án megkezdődött a Nemzetiségi Irodában. Pécs városa és Szamobor már több évtizede együttműködik. Az összekötő kapocs az Látko Prica, horvát festőművész, aki Pécset született 1916-ban. A mester születésnapjára sajnos nem tudtuk tető alá hozni ezt a találkozót, nem tudtak szamobori vendégeink eljönni. Most viszont sikerült, és a Nemzetiségi Tanács, illetve a Pécsi Horvát Önkormányzat szervezésében ezt a kis kiállítást az ő emlékére hoztuk létre. A festőművész kiállított alkotása csupán egy kis ízelítő, hiszen más műveit is láthatja a közönség több pécsi múzeumban is. Az ünnepélyes megnyitó azonban itt még nem ért véget. A Zlatko Prica szülői házán van egy emléktábla, és hát ezt az emléktáblát fogjuk 3 órakor megkoszorozni, szintén az ő emlékének adózva ezzel. A résztvevők így is tettek, és a Ferencesek utcájában található házhoz sétáltak. Itt Prica szülőháza előtt helyezték el koszorúikat. Bravo! A szombati napon a különleges gasztronómiai élményekre vágyók a pécsi nemzetiségek ételkülönlegességeivel ismerkedhetnek meg a Széchenyi téren. A hagyományok bemutatására kézművesek kaptak lehetőséget termékeik felvonultatásához. A színpadon pedig ezzel párhuzamosan a nemzetiségek táncait és zenéjét bemutató kulturális kavalkádot vonultatnak fel.